Hát három főbb ügyelet van ilyen táborban, ahogy már úgy beszéltünk a kajaügyeletről. Az ugye annak az a célja, hogy ne vigyenek be a szobába kaját a gyerekek. Ezen kívül, ami nagyon fontos még szerintem, az az őrség, ami közvetlenül a tábor bejáratánál található. Itt mindig ül vagy egy mókus, tanár, vagy valaki közülünk, és feléjük az elhaladó autókat, figyelnek is, hogy ki jön be, ki jön ki, és épp ezért nem tud olyan bemenni, akinek nem kéne, illetve gyerek sem tud úgy kimenni, hogy mi arról ne tudnánk, vagy hogy egyáltalán ne vennénk észre. És a harmadik az a harmadik. Trambulin. Ja, igen, persze, trambulin ügyelet. Ugyanúgy ez a esetleges sérülések miatt fontos, még vannak trambulinok, és ugyanitt van egy trambulin ügyelet, ahol valamelyikünk őkin is vannak az alapvető szabályok egy táblán, ezek ilyenek, a cipőben ne ugráljunk, egyszerre többen ne ugráljanak egy trambulinon, alá, fölé, mellé, rajta nem fekszünk, és de ennek ellenére ott ülünk és nézzük, és akár figyelmeztetünk, akár ha meg baj van, akkor egyből tudunk segíteni, és hívunk orvost, vagy minél hamarabb reagálunk el. Hát igen, a trambulin volt már olyan gyerek, aki kirúgta a saját fogát például. Ez nyilván fáj, és akkor meg volt olyan, aki leesett, és vagyis hát leugrott, nem tudjuk miért, és eltörte a karját. És bocsánat, még a melyik ügyelet? Ja igen, az út ügyelet, vagy a tábor bejáratánál levő őrség. Erről meg az jutott eszembe, hogy sokan kérdezik, hogy ez hogy van, hogy ott van a tábor, az óriási rét, meg a sportpályák, meg a hangár, meg az óriási terület ez az egész. És akkor hogy van, hogy a gyerekek nem tűnnek el? Én nem tudom, hogy van ez. Mert hogy nincs kerítés például. De a tábor terület az a város délnyugati része, és utánunk már nagyon nincsen semmi. Ez egy zsákutca végül is. Igen. És nincs kerítése ennek az intézménynek itt, mert hogy sok épület, meg sok terület. Szóval nincs kerítése, de nem akarnak elmenni a gyerekek onnan. Tehát nincs olyan, hogy valaki valamiért el akarna szökni. Illetve, hogyha valaki elindulnak valahova, akkor például az útügyelet mindenképpen észreveszi. Szóval jól működik. Hogyha az első évben, 2005-ben voltunk itt először, akkor abban, amit most mondtam, nem voltam ennyire biztos, de most már azóta eltelt sok-sok év, és ez teljesen jól működik.